Na hát még egy vödör hiányzik a vízcseré után, vagy a vízcseréből. Hát igen, itt minden rossz el van követve, meg el is volt, meg el is lesz. Úgy kezdtük, hogy 54 literes akvárium. Volt két darab mollink, itt látható ő az anya, és ott a párja a fekete az apa. Ők kezdték, meg az az öt darab kicsi neon, ami ott valahol ott úszkálnak bandába. Akkor utána vettünk egy nagyobb akváriumot, ez 128 liter, hát olyan 110 liter szokott benne lenni. Tudom, most számoljátok a halakat, hát igen, határesetem vagyunk nagyon, tudjuk, de hát az van, hogy ezeken szapora egy lények, mi nem gondoltuk. Én azt hittem, hogy ez két hónap után majd megyünk újabb halakat venni, mert nem bánunk jók velük, de hát elég jól bánunk. Igen, van kék talaj, olyat soha az életbe többet nem veszek, de hát ez van. Igen, ez a talaj se jó, viszont jártam olyan helyen, ahol igen, csak úgy bevált. Éppen most a csigákat szedjük lefelé. Meg az ancik is kilakmározták este az uborkát, meg a többi halacska is néha-néha rá Rákóstól. Van egy ilyen szép fánk bent, van mohagolyó. Hát ezeket a növények, ezek a könnyűek, amiket könnyű tartani. Van egy ilyen külső szűrőnk. Igen, én is belső szűrővel kezdtem, még az 54 literes akvárium, hogy ez milyen jó lesz, tényleg jó volt, de hát ez a külső szűrő, ez ég és föld. A szívóág ott van benne, ott jön be. Hát így van beállítva, hogy nekem így csurog. Amúgy, ha fel van töltve az akvárium, akkor az itt a lámpatartó aljáig van feltöltve, és itt szépen fodrozódik a víz annyira, hogy amennyire szerintem kell, vagy jó. Ott a fűtőszál hátul el van dugva. Igen, van benne egy kis kék porcelán autó, az is, igen. És tudom, a hőmérő is rossz helyen van, mert itt van elő, de én szeretem nézegetni. Hát most a vízcsere alatt egy kicsikét ez lement. Majd mindjárt folytatom a videót, hogy hol tárolom én a vizet, és ez milyen víz. Biztos, hogy nem jó víz, tehát előre mondom, hogy nem jó víz, de nem tudom, lehet, hogy mégiscsak jó. Az a videó következő részében lesz. Ott van hófehérkénk, ami már nálunk született. Valószínűleg anyától származik. Nincs kishal elkülönítő, meg hasonlók, bár az 54 literes akvárium megvan, de hát nem használjuk szaporításra. Ami itt túlél, mint kint a természetbe, azok megmaradnak. Sajnos a belső szűrővel jártam úgy, hogy beszorult mögé a hal. Kisebb, nagyobb is. Volt, amit még ki tudtunk szedni, mert időben észrevettük. Volt olyan is, amit sajnos nem. Úgyhogy hát azoktól így, hát reggelre már sajnos nem tudtunk vele mit kezdeni. Úgyhogy azért is döntöttünk a külső szűrő mellett, meg hát iszonyatosan nagy a különbség a külső és belső szűrő között. Ezt be kell látni a csoportban, mindenki nagyon jól mondta. Úgyhogy mindenki, aki teheti, vegyen külső szűrőt. Égés volt. Tudom, ez az akvárium használtam, vettem, teli van karcokkal, de hát mindegy, szép. Egy egyszer sok pénzem lesz, akkor majd veszünk jobbat. Igen, csiga invázió van. Az az egyik növényel került sajnos be. Amikor vettem az akváriumot, akkor kaptam ezeket a kis, hát valamilyen Anubius ilyen törpe fajtákat. Ez saját vétel, amikor vettük még a kisebb akváriumot, ez nagyon szépen fejlődik. Ez itt minden héten hozza a leveleket. Jól el vannak. Azok a kisebbek is jól el vannak, bár eléggé meggyötört állapotba kerültek ide, de kezdenek helyre jönni. Más növényeket is, másik volt régi szembe szomszédomtól kaptam. Ezúton is köszönöm neki. Ezek is kezdenek már helyreállni és elindulni. Tudom, hogy ezek ilyen igénytelen növények, de hát egy kezdő akvaristának nem szabad, úgy gondolom, komolyabban, majd ha ezek túlélnek és szépek lesznek, akkor talán lesz valami.
Úgyhogy ennyi. Igen, ott láttok benne egy, hát azt is kivetetnétek velem azt a csövet. Az egy ilyen gyári cső, de az búvóhelyként is szolgál, és a virágok arra vannak rákötözve. Tudom, szábrálni ott egy ilyen fa, de hát kicsi költségvetés van, és ez így ennyi. Na megyek, nem tudom, honnan jön a víz. A víz az itt a kazánházban, ennyi szokott lenni a csere, ez ilyen 3 diszperzites vödör. A vizem az itt pihen, ez még a múltkori szűrőbeüzemelésből, ez teli volt, csak ugye hát a szűrőbeüzemeléshez kellett plusz víz. Ez ennyi, ez itt pihen a víz. Ezt szoktam minden héten feltölteni, különben meg. Ott látható a forrás. Most nem vagyok oda, már sár van. De ott a forrás, egy falusi kút. Kútból. Csak közben itt a mázlika is szeret simit kérni. Úgyhogy onnan van a víz. Onnan bekerül ide, behozom, itt pihen, a kútba is eleve pihent víz van. Itt a kazán mellett elpihen, és hát ezt ilyenkor, mikor cserélem, akkor ilyenkor hordom be. Tehát igazából egy hetet itt pihen minden víz, le is ülepedik, bár át is szűröm, és igazából én sima kútvizet használok, mondhatnék KH, PH egyéb értékeket, én nem mérem. Egyszer lemértem, kicsit szikes, de el vannak benne a halak, mint látjátok. Ennyi lett volna ez a kis videó. Köszönjük, hogy itt lehetek, meg köszönöm a sok segítséget. Szevasztok!